Történelmi apróságok Nők a keresztes hagyjáratokban A keresztes hagyjáratok során sokan harcoltak, és akadtak közöttük hölgyek is szép számmal. Nézzünk néhány ismertebb női tízfevőt. Akvitániai Eleonóra A 12. század egyik legnagyobb hatalma nőjeként uralta Akvitánia gazdag tartományát, majd előbb a francia király, később az angol király felesége lett. Francia királyné volt éppen, amikor a hetedik Lajos francia király csatlakozott a második keresztes hagyjárathoz. Eleonóra is vele tartott, és magával vitte a vazulusait is, ahogyan az udvarhölgyeit is. A keresztes hagyjárat ugyan nem volt túl sikeres, de neki egyéb kalandja is lehettek. Nagybátyja, Rajmond, akkoriban Antiói a hercege volt, és a férje, vérfertőző kapcsolatot gyanított Eleonóra és Rajmond között. Ez aztán a lázasság felbontásához vezetett. Burgundiai Florin A források alapján Florin egy burgundiai herceg lánya volt, aki egy dán herceghez ment feleségül. A pár egy 1500 harcosból álló dán sereget vezetett a keresztes hadjáratban, de menet közben török támadtak rájuk egy fensíkon. Heves csata tört ki, és Florint hét nyilvessző is megsebesítette, de nem hagyta magára a férjét, együtt közdöttek tovább. Végül az egész hadsereget lemészárolták, így ők is ott haltak meg. Provenci Margit Ő az egyetlen olyan nő, aki valaha is keresztes hadjáratot vezetett, még ha rövid ideig is. Margit igazán illusztris családból származott, hiszen nővérei Anglia, Németország és Szicília királynéi lettek, miközben ő maga, 9. Lajos Francia király felesége lett, akit Szent Lajosnak is hívtak. Lajos csapatai a hetedik keresztes hagyjárat során elfoglalták a városát, de hamarosan súlyos feleséget szenvedtek, és a király is fogságba esett királyné éppen állapotos volt, de a gyermekágyából is összeszedte az embereit, és megszervezte a férje szabadon Az ő lelki ereje is kellett ahhoz, hogy a király visszatérhetett az országába. Sajár Ádúr A keresztes hagyjáratok során nem csak az európai oldalon voltak nők, hanem a másik oldalon is. A hetedik keresztes hagyjáratban fontos szerepet játszott Sajárál Dúr is, akit eredetileg rabszolgánok vásároltak meg. Amikor aztán megszületett a fia, kiemelték, és a közben szultánál lett tulajdonosa, feleségül vette. A szultán azonban, Damietta elfoglalása után nem sokkal, egy súlyos betegségben elhunyt, de Sajár ezt eltitkolta a katonák elől. Ő adott parancsokat a férje nevében, és az aláírását is meghamisította. A keresztesek legyőzésével azonban saját biztosította a saját nemzete felmaradását. A győzelem után az új szultán a saját vagyonát lefoglalni, aki azonban meggyilkoltatta, és ő maga lépett rumra. Így aztán ő lett Egyiptom egyetlen női uralkodója a muszlimkorban, igaz csak alig három hónapra, aztán férhez ment, ha újabb videókat szeretnél, kérem, iratkozz fel!